politikának a sikerességét az határozza meg, hogy azt a célt, amit maga elé kitűzött, amit vállalt, amit a választópolgároknak bemutatott az előző választás során, azt képes-e teljesíteni, vagy nem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, milyen legyen hát akkor ez az új politika? Először is folytassa a konzultációt, ne nagyképűen, gőgösen az emberek feje fölött döntsön, hanem hallgassa meg, legyen kíváncsi az emberek véleményére. És akinek van munkája, az is minden nap retteg, mert bármikor elveszítheti kenyérkereső állását. A fiatalok pedig kénytelenek innen elmenni, máshol használni tudásukat, máshol keresni munkát, máshol letelepedni, mert itt nem érzik biztonságban maguk és családjuk jövőjét. Amikor azt halljuk, hogy dübörög a gazdaság, stabil és nagy a jólét, a magyarok soha ilyen jól még nem éltek, hogy bennünket irigyelnek a franciák, a németek és a spanyolok, akkor nem csak butaságot beszélnek, kedves bajaiak, mert a sajnos még az okos emberekkel is elő szokott fordulni, hanem lenéznek bennünket. Azt hiszik, hogy mi ezt el fogjuk hinni. Azt akarják, hogy mi elhiggyük azt, amit ők mondanak a saját életünkről. Egy olyan politikára van szükség, amely nem hazudik az emberek szemébe, őszintén szembenéz a helyzettel, és nem nézi le a saját választóit. Nem építették meg az elkerülő utat sem, pedig megígérték. Az M9-es nyomvonalától a határig sem újult meg az út. Ma már rengetegen vannak olyanok a térségben is, akik képtelenek a családjuk mindennapi megélhetését biztosítani, a gyerekeket tanítani, a rezsit kifizetni. A nyugdíjasok és a gyermeküket nevelő családok helyzete egyre bizonytalanabb. Olyan kormány és olyan helyi vezetés még nem volt, amelyik ennyire lenézte, amelyik ennyire semmibe vette az itt élő embereket.